Szabó T.E. Attila, az erdélyi magyar tudomány népszerűsítés ismert személyisége tartotta napokban előadást a Bolyai Virtuális Egyetem keretében. A téma maga a tudomány, a nyelvészet és a társadalom kapcsolata volt, különös tekintettel a genetika magyar gyökereire. Tanár úr, mi a szerepe a mai világban a tudomány népszerűsítésnek? Én megkülönböztetem a tudományos tájékoztatást és a tudomány népszerűsítést. A tudományos tájékoztatás az a kollégáknak szól, akik más szakmába dolgoznak. Én is teljesen tájékozatlan vagyok egy asztrofizikai kérdésbe. És a tudomány népszerűsítés az pedig mindenkinek szól, és olyan embereknek is, akik nem tudománnyal foglalkoznak. És a legfontosabb dolog talán a nyelvi része ennek a problémának, tehát az, hogy hogy mondjuk el azt, amit elmondunk. És volt egy kis, átadtuk a Szabó T. Attila díjakat két héttel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémián, ez a Magyar Nyelv és a Tudományok című díj, ösztöndíj, és ebben mondtam el, hogy nagy kincs a szó, ha értelme tiszta. Nagy kincs a szó, ha formája szép. Csak aki érti nyelve szellemét, annak lehet elméje épp. Tehát az a nagyon fontos, hogy a tiszta szavakkal, szép szavakkal mondjuk, érthető szavakkal mondjuk el azt, amiről szeretnénk beszélni. Kevés olyan szó van ma a világon, amelyik minden nyelven ugyanazt jelenti. Genetika, 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 ezt halljuk állandóan. De a valóságban nem gondolunk arra, hogy ugye ez benne van a Bibliában is, Mózes első könyve, genézis, de még nem genetikát jelent. Genetika értelemben legelőször 199 éve, áprilisban éppen, Festetics Imre használta Brünnben, Mendel akkor még csak 3 éves volt, amikor a Természet genetikai törvényei című, nem ez volt a címe a cikknek, juhok beltenyésztéséről szólt a cikk, de ebbe a cikkben volt egy rész, amelyik a természet genetikai törvényeit leírta, és ami a legfontosabb, felismerte, hogy a genetika egy új tudomány, nem élettan. Mi még itt ebbe a szomszédos épületbe is liszenkoizmus tanultunk, ahol arról volt, hogy a genetika élettan. Festetics már 200 éve felismerte, hogy ez nem élettan, ez valami más, új néven kell nevezni, és most már tudjuk, hogy tulajdonképpen a genetika informatika, mert a genetikusok, molekuláris genetikusok egyre inkább a számítógépek mellett művelik a genetikát. Menderről tudjuk, hogy keresztezte ugye a borsófajtákat, Festetichről nagyon keveset tudunk. Vajon abba az időben, amikor még ugye Mendel, az Ágostonrendi szerzetes még csak 3 éves volt, akkor Festetics hogyan konyította a genetikához? Mert ugye se elektronmikroszkóp nem volt, nem ismertük se a linkage-et, se a crossing over-t. Festetichnek a szerepe nagyon érdekes. Festetics György, a báty, az Európa első, kontinentális Európának az első agráregyetemét alapította meg. Festetics Julianna, a nővér, az amellett, hogy megszülte Széchenyi Istvánt, aki az akadémiát is alapította egyebek között, és a Lánchidat is építette, amellett a férjével együtt megalapították a Magyar Természettudományi Múzeumot, és az Országos Széchenyi Könyvtár is az ő nevüket viseli. Tehát egy nagy családról van szó. Imre, mint kisfiú, mint fiatalabb gyerek, ugye nem örökölte a nagy birtokot, hanem elküldték katonának. Na most tudtam meg én is, illetőleg a dokumentumok mutatják, hogy az utolsó nagy török háborúba vett részt, és Bukarest mellett sebesült meg, amikor ott harcoltak Bukarest felszabadításáért. Tehát ilyen szempontból az ő személyisége a román tudományosságot is érdekli. Haza ment, leszerelt, mert hát nem volt alkalmas már katonának, és neki kezdett juhtenyésztéssel foglalkozni. A juh az akkor egy fontos állat volt, mert a katonáknak posztó kellett, a posztót meg a juhok adták. És mint jó biznisz volt, jó üzlet volt a juhtenyésztéssel foglalkozni, és egy nagyon okos, ugye, úgy lehet mondani, öröklődő lángész volt, a családi eszet is örökölte, rájött arra, hogy nem az a fontos, hogy sok juha legyen, hanem hogy jó juhok legyenek. És 20 év keresztező munkával, még többel,
ő neki lett az egész birodalomban a legjobb tenyészkosai, és így került ő kapcsolatba a juhtenyésztéssel, ugye vezették ezeket a törzskönyveket, és meg rájött arra, hogy a beltenyésztett állományokból, ha jól szelektál, akkor nagyszerű, jó minőség és mennyiségű gyapjút adó merinói tenyészállatokat lehet kihozni. Az érdekes az, és a kettő között ugye van, úgy mondom, hogy borsó modell és a juh modell. A juh modell és a borsó modellben az a közös két dolog. Az egyik a város, hogy Brünnben hangzott el a Mendel előadás is és a Festetics előadás is. A maga a Festetics előadás egy hosszú vitának a lezárása volt. Hosszú volna most ezt részletesen elmondani, hogy mi volt ez a vita. A lényeg az volt a kérdése, hogy mi öröklődik és hogyan. Ez volt az alapkérdés. Ma is gondolkozunk néha, hogy mi öröklődik és hogyan. És a borsó modellben is a beltenyésztett állományok voltak. Tehát a borsó is egy beltenyésztett növény, önmegtermékenyítő növény. Azt, hogy a két modell között milyen közvetlen összefüggés van, az még érdemes kutatni, mert Mendel nem említette meg, hogy olvasta Festeticset, pedig biztos olvasta. Gregor Mendel és Festetics Imre kutatás eredményei által az ősgenetika sajátosan közép-európai gyökerű tudományként határozható meg. A tudomány népszerűsítés Erdély nagymestere, Szabó T. Attila, jó néhány téka kötet szerkesztője is egyben. Kutatásai és előadásmódja egyaránt egyedi, már csak azért is, mert eredeti módszerekkel keresi a nyelvészet, tudománytörténet és a biológia között átsejlő kapcsolatokat.